köszönjük szépen! Jaj, de aranyosak vagytok, hogy itt vagytok, köszönjük szépen! Mint mondtam, mi Budapestről érkeztünk fővárosba, és hát saját számokat hoztunk. Reméljük, hogy egy picit megismerjük egymást így a dalokon keresztül, és a végén táncolunk, ki tudja, meglátjuk. Szóval... A kort, kvint és terc, itt a perc, fellépné. Most. Halló, most indul a show, ugyanis peng a húr, kezd lüktetné. Kezek! Szalán van más hely! Valami jó pincit ez, de hogy nincs ilyen örült szánc. Szalán van zenekar! Valamit jobban szeretszek, de a hit lima megbabonáz. Nem indított a parkolást Pesten. Ne, na mindegy, most már tök... Ez itt Budapest, sok a forró est. Egy oroszlán a bugyiban, a víztükörnök fest. Ajka fölé bőrsegált. Halló, halló, győr, mondta kéne ceremőr. A múzeumban nincsen, aki motorodra tör. A lomnál is csak jazznek rá. Pápa köröm kék, a lóvas növő gyúró, sajnos polgárharca kész, és tök fáj a lányzsó, Csövár Miskolc, de rummal a polc, simasága nem esel, de smékerék mostós, mondult herét számvezetén. Hozzá, kipróbáljuk, ugye? Refrain! A kód, kvint és zet, itt a vet, felépné. So
tudu. Hallo, hallo. Ja. Köszönjük szépen. Érdemes hozni családot, igaz? Sziasztok! Ez az első ilyen önálló koncertünk egyébként. Ez a leghosszabb koncertünk, mert a szerződésben az volt, hogy 80 perc, ugye? Igen. De jó. Hogyha nincs valami természeti katasztrófa, vagy ha nem rohansz, hogy vége, kezdődik a mozi, akkor hát sok mindenre lesz még itt lehetőség szerintem. Azért hoztuk ezt a sok számot egyébként, mert szeretnék így bemutatkozni, hogy most kik vagyunk mi, miben hiszünk, miben nem, és ezek a dalok tényleg mi vagyunk, megfűszereztük egy-két meglepetéssel, nem is akarom húzni az időt, az idő, nem rossz film, de most jön egy szám Hollywoodból. És nem kell elmennünk ecsekre, mert de itt is most átadjuk ezt az érzést, ami Hollywoodban is megtalálható, az arany is olcsó, ha lopott. Valahol ez az üzenet. A szám címe Futottak még. Tudja.
az áronkában egy-egy csapota. Egyeken nézem, hogy az micsoda. Valahol volt egyszer egy hálidő, de nagyon más lett már ez az út. Az áronkában egy-egy csapota. Köszönjük szépen! Eye of the Tiger. Csak kérdezte a szervező, hogy mit kell lejelenteni a műsorszám. Eye of the Tiger. Ez a szám színe, a következő viszont saját!
Köszönjük. Hú, kemény világ ez. Hoztunk olyan dalokat is, amik nem most születtek, hanem 10 éve. 9 egyébként. Ez egy másik zenekarból származik, ahol valamelyikünk még közreműködött. De annyira tetszett a mondani valója, ez, hogy nem kell hinni semmiben, mert úgyse válik valóra. Ez a fajta életérzés, nem kell álmodni, mert hiába hitted, azt nem válnak valóra az álmok. Ez a fajta, az embernek, ezt ismered, Krisz, hogy az embernek két élete van. Második akkor kezdődik, amikor rájön, hogy csak egy van neki. Értitek? Ez olyan... Na úgyhogy valahol erről szól ez a szám, aminek a címe Átvágyás, és hát ilyen vicces a szövege, úgyhogy ezt szeretnénk eljátszani most itt nektek. Jó. Régen akartam még az álmaimban hitni, Jack Daniels eljéget újján inni. Safarira menni, Himaláját mászni, az Audrey Hepburn-nál Sunset járni. Éjjel a piros lámpákon átgázolni, Eiffel torony tetején csókolózni, a címlapok színes képeit pózsolni, míg el nem kezdett egy kis hang a fejembe szólni. Hogy nőj már fel, nem válnak valóra az álmok, hiába hitszer, azt meg nem szeretnek a lányok. Nem tudsz repülni, nincsenek rajtad ott a szárnyak, és már még végre, hogy Pilisbe zártak a vágyak. Pedig én szerettem volna James Bond bőrébe bújni, egy kerileg hátsó ülésén jó nőt húzni, a tengerparton állni és csillagokat nézni, a John Lennon-tól az Abbey Road-on autogramot kérni, széles jakton Clinton-nal együtt vacsorázni, korban tízezres találni, Üzsítára menni, Batman-ne repülni, de az átkozott kis hang a fejemben csak nem akart megszűnni. Nőj már fel, nem válnak valóra az álmok, hiába hitszer az, nem szeretnek a lányok. Nem tudsz repülni, nincsenek rajta Nőj már fel, nem várnak valóra az álmok, hiába hitszer az, mert nem szeretnek a lányok. Te nem tudsz repülni, nincsenek rajtad ott a szárnyak, és már meg végre, hogy Pilisbe zárnak a vágyak. Nőj már fel, nem várnak valóra az álmok, hiába hitszer az, mert nem szeretnek a lányok. Átvernek a vágyam. Át bizony. Köszönjük szépen! Thank you.
számunk címe az utcán, és dedikáljuk azoknak az időknek, amikor üresek voltak az utcák. Ja. Az utcán ez volt. Köszönjük szépen! Ezt te hoztad, Misi, ezt a füstgépet? Mennyi volt ez te? Kell az esküvőnkre majd. Na most van egy szám, amit még soha nem játszottunk el sehol. Hát, tesi? Mindjárt vége, vagy mit van? Mindjárt kiderül. Az úriemberből nem hallok itt, Valaci, tudsz kicsit adni rá? Szóval van egy dal, amit akkor szeretnénk majd mindig visszahallani, amikor az ember megy haza egy buliból, amikor 6%-on van a telefonja, az első hajléktalant lehúzza egy cigivel, és akkor talán az van, hogy hú, beteszek egy dalt. És akkor reméljük, hogy ez lesz ez a dal. Hogy van reggelig táncolni egy rossz cipőbe? Talán valahogy erről szóval. Kérünk egy tapsot a zeneszerzőnek, Misinek! És a szövegírónak, a cintányérfejű Müller Mácénak. És a számunk címe pedig nem más, mint Hidegfény. Az. Itt nincsen más, csak egy dallam tegnapról.
és kijárat, itt nincsen más, csak egy emlék tegnapról. Fördölt cukorholdak egy tánc parkettegén, alattunk keringőzünk a szerelem hűlt helyén. Az előbb még szerettél, vajon hová tűnhettél, most vakít a hideg fény. Az előbb még nevettél, vajon hová tűnhetszél, most vakít a hideg fény. Az előbb még szerettél, vajon hová tűnhetszél, most vakít a hideg fény. A szerelem hűtsej, jó hallani titeket, mert látni nem látunk, csak néha így valakit így elmenni arra. És akkor nem tudjuk hányan maradtatok, de akkor még vagytok itt, nem? Itt a Robi gyerekek, aki... Jaj, szia Robikám! Nagy tapsot kérünk a sofőrünknek egyébként, F.L. Fancsaszki Robert, aki lehozott bennünket ebbe a gyönyörű városba. Szia Robi! Névjegykártyája is van már. Nagy fiú. Hát van egy... Hadd nézzük csak. Van egy négy akkordos dalunk, mert minden zenekarnak van négy akkordos dal. Ez egy ilyen szabály, ez egy ilyen belépő. Tudod, hogy mész egy hajóra, van négy akkordos dalod? Aha, gyere, akkor játszhatsz itt a színpadon. Nem az a... Ebben a dalban mondom el, hogy a szívem üzenetét, hogy vártalak, hogy rátaláljalak. Ismerjétek ezt a számot, nem? Igen? Ja, jó, bocsánat. Igen. Oké, nem ez jön, hanem a saját négy akkordos dalunk, ami szintén rég született. Úgyhogy a Lemosható című számot szeretnék itt eljátszani. Hogyha ha benne van még ez az időben, nem tudom, hogy hol tartunk. Lemosható, ez jön most. Rajtam a tegnapok, de már kimúlt a régi múlt, távoli, mint egy messzi út. De nincs már cél, nincs más cél, csak neked lehessek jó. Bent van, aki hatoklik bennem, ez a valaki csak néha jó. Hány darabra kell összetörni, és a fától az erdő is láthatott. Te azt mondtad, hogy nem azt szeretted igazán, aki szabadon játszhatott. Bárki más, aki az ott messiás, tartsuk fel a diverzitást, de légy.
Köszönjük szépen! Ez volt a lemosható! Jó a tempó, ha van, mi? Csak mert rímelt. Figyeljetek, nem tudom, mennyi az időt, kezdjük el bulizni, nem? Kicsit ilyen gyorsabb, pörgős dalok kellenének, hogyha még benne vagytok. Benne vagytok egy kicsit gyorsabb tempóba, halló? Mindannyian? Robi? Hát akkor mindenki... Nincs, de hangnembe vannak, úgyhogy ez jelent valamit. Úgyhogy jön a Kraftwerk itt most Balassi gyarmaton. Köszönjük szépen! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Mindjárt kezdődik. Most! Jó.
tetszik, once my sight. A Kraftwerk elkerülhetetlen. Most viszont jöjjön egy új dal, ez tényleg új. Ez meg is jelent már konkrétan, pontosan egy hete. És hogyha szerelemről van szó, szerintünk ez az, ami jó. Rohan a folyó, mindent elsőtről. Most pont ez az, ami kell, most pont ez az, ami jó. Itt bent remeg a homály, az arcunk tűzparról. Most pont ez az, ami kell, most pont ez az, ami jó. Yeah.
Hát igen. Megy már a film? Nem zavarunk? Nem. És így szól a film közben. Van még egy saját szám, amit mindenképpen kell játszanunk. Ez a Balaton partján íródott. Mindenképpen kell játszanunk. Ez a Balaton partján íródott. Télen. Nem Siófok, hanem azon is túl. És a szám címe... Szamárdi! Hey. Szamárdi Rádió nem játsza, mert... Vége felé megragadnám az alkalmat, hogy bemutassam a zenekart. Van egy cintányérfejű barátunk itt mögöttünk. Éljenek a pandák, hölgyeim és uraim, Müller Máté! Baj van? Ja, szokásos.
Aztán a fekete-fehér billentyűk mellett, aki ma még sokat fog vezetni. Hölgyeim és uraim, a zongoránál Fancsaszki Viktor! Látszik, jó? És akkor itt mellettünk, a Viktornak Sréhán, nekünk jobbra, nektek balra, itt fehér nadrágban, a basszus gitárnál, hölgyeim és uraim, egy mackó! Olá, Misi! Ja? Most ez, csak rá kell nézni, és akkor mindent elmond szerintem, hogy ki ő. Gitározik, énekel, és mind van egy emlékünk erről a kinézetről. Egy jó 80-as évek koncert. Hát tudjuk, hogy ez az, ami jó. Hölgyeim és uraim, a gitárnál Kocsák Krisztián! Szia, Krisz! Van egy dal, hogy mondod? De volt az elején, mikor jöttetek? Játsz egy gyorsabb szűzsádra, mert... Valahogy így. Valahogy így. Még? Lassan kezdődik a film. Nem, van egy dal, amit muszáj eljátszanunk. Igen, mindjárt. Van egy dal, amit muszáj eljátszanunk, amiben minden elkezdődött, mert ez az egész zenekar 2019-18 fele alakult, és volt egy szám, ami bekerült a Dal című műsorba, és mindig ide lyukadunk ki, hogy ezt a számot emlegeti. Hogy mondjátok, hogy... Szóval van ez a szám, amit most el szeretnék játszani nektek, ezzel indult minden, és ezzel zárjuk most a La Mama Hotel, ez jön most. Köszönjük! Társadalomban, forradalomban megtiltja, hogy beszélj. Tőled várja a jövőt, ami neki biztonságot ígér. Közben a te jövődbe meg annyit se fektet, amennyi a csapat. Kimondja élet, képtelen nem szedik. Közben úgy ér ki a föld, amiatt, ahogy ért, mint egy cigaretta fény. Felszólít, hogy hoz létre a 21. századot. Yeah.
vissza? Hogy? Micsoda? Vissza! Jaj, Krista! Vissza! Csak vicceltem. Nem, egy dalt még szívesen eljátszunk, hogyha nem haragszatok. Kettőt! Ja, mind! Kettőt! Mind! Vagy mind! A Wurlitzert ne játszunk el, gyerek? Ne! Van egy lassú számunk. Azt ne! De! Azt még eljátszunk esetleg, hogyha tényleg itt vagytok velünk. Jó. Még ilyen utolsó előttiként, nem tudjuk, jó film egyébként, az elején nem annyira érdekes. Arról szól, hogy elmennek nyaralni, bejelentkeznek a hotelbe és lemennek egy partra. Hagyjuk. Jó, hagyjuk. Úgyhogy a Wurlitzer című számot szeretnénk eljátszani, aztán menjünk. Nem érdekel engem ma már semmilyen mese. Úgy is tudom, hogy nem igaz még a felesem. Nem érdekel ma semmilyen édes hazugság, csak megyek az utcán. Nem érdekel a gazdaság, a politika. Nem érdekel, kinek van a legjobb kocsija. Boldog vagyok végre, és a zenekarról áll, ahogy megyek az utcán. Fejhallgató fel, elragad a flow. Nekem forog ma ez a kék bolygó. Wurlitzer az agy, kapcsolt ki magad. Ne dobjatok pénzt, nem lesz dal. Nem érdekel engem az, hogy mennyit keresel. Nem köt le, hogy hány földrészre utaztál már el. Nem érdekel a nagyásó lányit ma is rád. Csak hadd menjek az utcán. Fejhallgató fel, elrakad a flow. Nekem forog ma ez a két bolygó. Wurlitzer az agy, kapcsold ki magad. Ne dobjatok pénzt. Köszönjük szépen! Na jó, hogy utolsó számmal búcsúzunk, aztán mindenkinek kívánunk szép jó estét! Mi voltunk a Hitli, Cintányérfej, ez következik most! Aqui.
az utcán táncolni, jó? A zene csak szól, hallom a megafonból. Női szakás nővér, hogy itt voltatok. Ez volt a Hitti zenekar. Jó mozizást mindenkinek, szép hétvégét. Köszönjük a meghívást. Szívesen jövünk még, hogyha úgy van, nem tudom, hogy ezt ki lehet megbeszélni. Na mindegy, köszönjük szépen, szevasztok, még egyszer!